Ugye az asztrológiai tanácsadásról volt szó, ahol ugye az asztrológus akkor, amikor a hozzáforduló klienseknek tanácsokat ad, akkor tulajdonképpen nagy felelősséget vesz magát. Mert nem mindegy az, hogy mit mond neki. És itt szükséges, hogy az asztrológusnak egy bizonyos empatiája legyen, beleérzése a kliensbe. Pszichológiai érzékre van szükség. Kérem, ezt ne értsék félre, amit most mondtam. Én ez alatt nem azt értem, hogy akkor az asztrológusnak a mai materialista pszichológiai tudomány könyveit kell olvasni. Nem! Pszichológiai érzékre van szükség. Én csak ennyit mondtam. Mert azon nagyon sok van, hogy az asztrológiai tanácsadás. Aztán egész primitív dolgokra is figyelni kell. Például, őt fontos, hogy a horoszkóp hogy van felrajzolva. Egy jól felrajzolt, jól felszerelt horoszkóppal nagyon jól lehet bold, nagyon jól lehet kifejteni. A pongyolás rendriánul felrajzolt horoszkóp, az pedig magát az asztrológust, aki kifejt, azt is szavarja. Azután sokan azt csinálják, hogy ott van a horoszkóp blanketta, most ráírják a nevet, az illetőnek a nevét, aki a horoszkópot akarnak készíteni, összes számításokat külön cédulákon, külön lapokon csinálják, és ezt a végig beírják a horoszkópot a blankettába. Hát ilyen ez egy borzasztó szervezés. Mert, hogyha előfordul valami reklamáció, utána kell nézni, hogy jött létre ez az adat, akkor annak ott kell lennie. Akkor nem előre kezdeni, jaj, hogy is csináltam. Éppen ezért a horoszkóp lapon nem csak a horoszkóp tulajdonosának a nevét kell említeni, hanem a születési adatokat is. És azután pontosan, hogy mi van megadva, minek az alapján készült a horoszkóp, és azután azt a bizonyos négy sor, Greenwichi idő, differencia, mondjuk Budapest, ha Budapestről van szó, ugye, azután csillagidő korrekció, és az aznapi csillagidő az efemeridából vége. Összeadva ALMC, öt ascenzió médium szűrű. És akkor ezután lehet nekifogni a horoszkóp felvázolásának. Hát mondom, ez egy egész primitív dolgok, amiket most említettem, de azért szükségesnek tartottam ezekről is beszélni. Ha azt nézzük, hogy állunk a ható tényezőkkel a horoszkópban, akkor azt kell látnunk, hogy a horoszkópban a bolygók a fő ható tényező. Ő a fő dinamizáló tényező. Végeredményben a jelek, kosmikai kreklák, ezek egymás után jönnek még valaki. Hát van, ez a jel kerül az asztalba, és az a jel kerül, de tulajdonképpen a jelek egymás után követnek. Éppen ugye a házak is, 1-től 12-ig, mindig sorrendben haladunk. Ellenben a bolygók, azok minden horoszkóppal más és más konfigurációban szerepelnek. Tehát ezek a fő dinamizáló erők a kifejtésben. Most kérdés, hogy amikor az asztrológus egy horoszkópot kap, hogy akkor hogy fog hozzá a kifejtéshez? Amikor én asztrológiát kezdtem tanulni 1940-ben, akkor általános volt az a mondás, hogy az asztrológusnak meg kell adni a pontos születési időt, és meg kell mondani, hogy férfi vagy nő-e az illető. A többit az asztrológusnak kell kitalálni.
Hát ez ilyen ostobaság. Ez egyáltalán nem áll fel. Az asztalókus azért bizonyos fokig, bizonyos dolgokról tájékoztatja. Mert nem mindegy, hogy milyen társadalmi osztály, milyen előképzettség, milyen foglalkozás sú embernek a képletét fejti ki az élet. Éppen ezért az asztrológusnak valamit kell a nátuszról, akinek a horoszkópjával foglalkozik. Különben is nagy nehézség, hogy mint az előbb említettem, hogy a szellem, az ich nincs benne a horoszkópban. Ennek következtében nincs mód precízen, pontosan kifejteni. Tekintettel arra, hogy az ich, a szellem mindig beleavatkozhat a dolgokba. Az antropozófia megalapítója, a nagy Rudolf Steiner az egyik előadásában egész másról beszélt, egyszerre áttért egy infosztal. Meg fogják látni, hogy a század végén a direkciók nem fognak nagyon stimmelni. És pedig azért, mert az emberek egyre tudatosabbá fognak válni a 20. század végén, és a tudatos ember maga fogja építeni a sorsát. Ennek következtében elébe fog menni egyes direkcióknak, vagy elhanyagolja őket, szóval maga fogja a sorsát bizonyos szempontból irányítani. Ennek lesznek előnyös és lesznek hátrányos oldalai is. De most arról beszéltünk, de úgy azt akartam mondani ezzel, hogy ez az asztrológusnak örökösen egy bizonytalan pontja, hogy az illetőnek, akit kifejt, annak az ihje, a szelleme, hogy fog beleavatkozni a saját szabad akaratából kifolyólag, hogy fog beleavatkozni a sorsának a vitelébe. Ezért fontos, hogy a kifejtő az illetőt ismerje, vagy lássa, vagy halljon róla valamit, legalább egy fényképet lásson róla, és ehhez hasonló, mert különben nincs fogalma arról, hogy az illetőnek erős vagy gyenge ihje van-e, mert ezt a horoszkóp nem árulja. És egy rossz horoszkóp erős határon ihje mellett, ha bár sok nehézséget okoz az életbe, de sokkal könnyebben elviselhető, mint gyönge. Azután, hogy világosan lehessen látni, célszerű az Uránusz nem azzal a rajzzal csinálni, ami most divatos, ami csalódásig hasonlít a Marshoz, csak egy pont van a közepén, mert hogyha azt aztán ceruzával rajzolják fel és elkenődik, akkor az ember törheti a fejét, hogy most az Uránuszt vagy a Marshot akarja jelenteni. Sokkal jobb az Uránusz ezzel a H-bet is se lelőni, mert ott mindenféle jelentés ki van lába, mint ahogy az efemeridában is van. Most, ami a kifejtést illeti, hogy foghat hozzá az asztrológus a kifejtéshez? Hát ilyen szépen, itt megint kétféle dolog van. Itt vagy szisztematikusan járunk el, vagy pedig nézzük a horoszkópot, és azt, ami legjobban a szemünkbe ötlik, az outstanding features, ugye a kiemelkedő lehetőségek, azok szerint próbáljuk kifejteni a horoszkópot.
sajnos a mindennapi életben az asztrológus mindig annak van kitéve, hogy eléve csaptak társaságban egy horoszkópot, ami lehetőleg pocsikú van megvázolva, és arra kérjük, hogy mondjon róla valamit, és csak a legfontosabb van. De mi a legfontosabb? Ezt kell először kinyomni. Éppen ezért a kifejtést, nem mondsz, bizonyos szisztémát kell érvényesíteni. De ez előfordul néha, hogy vannak olyan merkválok, olyan kívülpontok, jelenségek, amelyek automatikusan az embert arra vezetik, hogy itt induljon el a kifejtés. Például van egy horoszkóp, ahol 5 vagy 6 bolygó van valamelyik házban. Hát ugye ez minden esetre annak a háznak a jelentőségét rendkívül föl fogja növelni az életfolyamát. Vagy pedig nézi ezt a horoszkópot, és lát egy oppozíciót, kvadrát, 3 bolygó, sugárzási sorozat. Roppant fontosak a sugárzási sorozatok, nem szabad elhanyagolni őket. Ezért fontos, hogy a horoszkópban be legyenek rajzolva a sugárzások, ott lehet rögtön látni a sorozatot. Más a sorozat, és más 2 bolygó között is sugárzás. A sorozat az valahogy olyan, mint egy elektromos áram, egy áramkör. 1, 2, 3. Ugye esetleg ezen el lehet kezdeni, hogy az ember ilyet lát, akkor el lehet kezdeni ezen a kifejtést. De ez nem szabály. Azt törni kell a fejet rajta, hogy hol kezdjem. Éppen ezért én már 1944-ben egy sugárzási, egy kifejtési sorrendet írtam össze, ami annak idején Paul Reisdorfnek rendkívül tetszett. És aminek azóta sem láttam a világirodalomban párjáti kifejtési sorrendet írtak volna, és ott külön foglalkoztam azzal, hogy hogy kell egy jelet, hogy az a jel azokban a horoszkópban, az mit jelent. Vagy egy bolygót. Milyen szempontokból kell nézni, hogy ezt a bolygót végig analizálni tudja, és meg tudja a jelentőséget. Vagy egy házat, és végül negyediknek, hogy fejtem ki az egész horoszkópot. Ezt én a könyvembe közé is tettem, viszont meg vagyunk tűződő, hogy senki sem követi, mert itt gondolkozni kell. És azt pedig az emberek nem szeretik. Sokan úgy ránézni, észrevenni. De szisztematikusan felépíteni valamit. Márpedig kifejtésnek ez a szisztematikus felépítés rendkívül jó kifejtésnek rendkívül fontos biztosíték. De most ettől függetlenül a kifejtésben mondottuk ugye, hogy a bolygók dinamikus, azok adják a dinamizmust a horoszkóp. Most mitől függ az, hogy a bolygó hogyan működik? A bolygó a kozmikus helyzettől. Ne kérem, ez megint egy olyan dolog, ez a kozmikus helyzet kifejezés, 50 éves tapasztalatom, hogy oktattam a asztrológián, ezt nem szerették megérteni. És a kozmikus helyzetben azt értették, hogy a bolygó milyen jelben van. Ez pedig nem kozmikus helyzet, ez zodiakális helyzet, státusz zodiakális. De hát az, hogy a bolygó milyen jelben van, ez a kozmikus helyzetnek csak egyik része. A másik része pedig, hogy milyen sugárzásokat kap az illető bolygó más bolygótól. Ez a kettő együtt, kérem, ez a kettő együtt, ez képezi a kozmikus helyzet. És az egész kifejtést adnak tulajdonképpen, a lényege ott van, hogy én hogy tudom a kozmikus helyzetet jól megfogni. Hanem a bolygó a kozmikus helyzetet jól megfogni.
Most tudjuk azt, hogy minden jelenet, hogyha ezeket nézzük, úgy szeretnek, hogyha gondolkozni nem szerető asztrológusok, ezeknek minden jelre és minden bolygóra nézve két sorukú. A felső sor az a jó tulajdonságot jelenti, az alsó sor pedig a rossz tulajdonságot jelenti. A valóság az rendszerint a kettő között valahol. Hol? Ez mind kozmikus helyzetből függ. Azt mondottuk, hogy a kozmikus helyzetnek az első faktora az, hogy bolygó a jelben. No, igen. Hát tegyük föl, hogy a Vénusz egy horoszkópban, a Vénusz a vízöntőben van. Hát akkor nyilvánvaló, vízöntő az a közeg, ugye, amikor a Vénusz úszik, és a vízöntő fogja a hatásokat kifejteni el. Igen, de milyen hatásokat? Jó hatásokat, vagy rossz hatásokat? Ezt mi határozza meg? Az, hogy a vízöntőnek az ura, a diszpozitora, milyen kozmikus helyzetben van. A vízöntőnek az ura a Szaturnusz. A Szaturnusz, a Szaturnusz, és nem az Uránusz, mint egyesek hiszik. És ez a Szaturnusz hol van abban a horoszkópban? Milyen jelben van? Milyen a kozmikus helyzete? Azt szerint, hogy a Szaturnusznak abban a horoszkópban milyen a kozmikus helyzete, azt szerint fogja a vízöntő jelet befolyásolni, amiben ez a Vénusz úszik. És nem mindegy, hogy milyen közegben úszik. Egy rohanó patakban, vagy pedig egy csendes tóban, hullámokkal vagy hullámokkal.